ami korábban szabálysértésnek minősült, január 1-től már nem számít annak. Ugyanis egy kormányrendelet módosításának értelmében a sofőröknek 2023 első napjától nem kötelező a jogosítványt és a forgalmi engedélyt maguknál tartani. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy magyarországi közlekedésről beszélünk nyilván, és hogyha a vezető magyarországi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, ami érvényes vezetői jogosultságot feltételez, ez azt jelenti, hogy az engedély nyilvántartásban szerepel, illetve az által vezetett jármű szintén magyarországi hatóság által kiállított érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Ez a gépjármű nyilvántartásból derül ki. Ezt az egyenruhások már elektronikus úton a helyszínen tudják ellenőrizni. Amennyiben az iratokat valamilyen oknál fogva be kell vonni, akkor sincs probléma. Ha ott van ez az irat, akkor természetesen ezt bevonják. Ha nincs, akkor elektronikusan ezekben a nyilvántartásokban jelölik egyrészt a vezetési jogosultság, másrészt pedig a forgalomban való részvételi jogosultságnak a felfüggesztését. Ez esetben mindig írásban tájékoztatják a gépkocsi vezetőt ennek a felfüggesztésnek a tényéről. Fontos azonban, hogy ez csak az országban érvényes, így külföldön a magyar autósoknak továbbra is maguknál kell tartaniuk a forgalmi engedélyt és a jogosítványt.